A Brexit mellett az olasz költségvetési tervezet volt a téma a Brüsszel Unió csúcson. Az Európai Bizottság levélben figyelmeztette a római kormányt arra, hogy a költekezési terveit aggasztónak találják. Nagyon finomak és pozitívak voltunk Olaszországgal, hiszen Olaszország az Olaszország, mondta az Európai Bizottság elnöke. Az olasz kormányfő szerint nem veszélyes a tervük. Olaszország jó helyzetben van, de természetesen tisztában vagyunk a piaci feszültséggel. Az olasz gazdaság szilárd alapokon áll, és reménykedünk abban, hogy a párbeszédhez vezető út győz majd, mondta Giuseppe Conte, olasz miniszterelnök. Az uniós vezetők közös lépésekről egyeztettek az orosz hekkertámadások támadások kivédésére. Olaszország azonban megakadályozta azt, hogy újabb szankciókról tárgyaljanak. A migrációról a csúcs záró nyilatkozata azt mondja ki, hogy erősíteni kell az Afrikával való együttműködést az illegális bevándorlás megállításáért.